Az önkormányzat példaértékű együttműködést alakított ki az iskolákkal, kamarákkal, szakmai szervezetekkel és a cégekkel. Emellett folyamatos támogatást nyújt a szakképző intézmények fejlesztéséhez. Folyamatosan újulnak meg a technikumok, a szakközépiskolák. Ezek közül a Széchenyi István technikumnak a teljes felújítása már megvalósult. Májusban átadjuk a Deák Ferenc technikum megújult épületét. Hamarosan még idén elkezdődik a Csány László technikumnak a bővítése is, és ugyancsak idén elkezdődik a duális szakképző központ mellett a duális tanműhely építése is. A tanácskozáson a gazdasági szereplők és a szakképző intézmények szakemberei értékelték az elmúlt időszak eredményeit, valamint megvitatták a jövőt érintő elképzeléseket. Ennek a szakképzési fórumnak most az volt a célja, hogy azok a szereplők, akik itt helyben részt vesznek, úgymint piaci szereplők, a szakképzés szereplői és részben az egyetemi szereplők találkozzanak, és egy közös fórumon hallgassuk meg egymást, és keressük azokat a még plusz lehetőségeket az együttműködésre, amik rendelkezésre állnak. A mai fő téma a szakképzés általánosságban, a szakképzésnek a jövője, illetve fő téma a gazdaság szereplőinek a bemutatkozása a szakképzés intézményei részére. A megújult szakképzésről a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára elmondta. A diákoknak a technikumokban minőségi és piacképes szakmát kínálnak. A bizonyítvány megszerzése után az egyetemek kapui is nyitva állnak előttük. A technikum ugye egyre divatosabb szerencsére, és ma már a technikumot a gimnáziumokkal egy polcra tettük. Még nem teljesen, de majdnem. De a szándék mindenképpen ez, és hogy erre fele tudjuk billenteni, ebben persze benne van az ösztöndíj, meg minden egyéb, de benne van az, hogy olyan minőségi szakmát adunk, amely gyakorlatilag piacképes, és olyan pénzekről beszélünk, amire már egy családot lehet majd alapítani. A konferencián előadások hangzottak el, többek között a képzőközpontok szerepéről, valamint a felnőtt képzés új lehetőségeiről.